Sziasztok! Ez itt a Hero, vagy inkább Hero Pack karakter pack bemutató. Be is állítottam őt már alapkarakternek, hogy lássátok, hogyan néz ki. Illetve, hogy a hangját is hallhassátok. Direkt egy szemüveget adtam rá, hogy nagyjából az arcát lehessen látni, hiszen a maszk az eléggé elrejti. Hogyha alaposan megnézitek, itt is látszik rajta, hogy eléggé alaposan szét van tetoválva. A zöldtenye az teljesen új stílus, hiszen fehér-piros. Mindegyik karakternek valamilyen standard, kivéve Jacket-et, aki a Miami Hotline Miami-s játékból ismert. De Hero azért teljesen új kinézetre, beszédre meg minden, hiszen ő Japánból jött. Neki... Megkeresem mindjárt. Ez a maszkja. Illetve egy fegyvert is kapunk a karakterpajkben, az pedig ez a fegyver lesz. Ez egy ilyen mikrózi. Én már teljesen átmódosítottam, nincs váltámasz, nincs hangtompító, nincs flashlight, illetve nagyobbított társ sem. Hanem alapvetően így néz ki. Ezt a fegyvert most beraktam, illetve ami még jár ez a pakhoz, ez nem más, mint a katana. Én az elmúlt napokban játék közben csak katonát használtam, és elképesztően király dolog. De tényleg, annyira kézre esik, és olyan sokat sebez, hogy nekem ez lett az új kedvenc fegyverem. Melee attackot tekintve persze. Illetve egy új perket is hozott, ez pedig a Yakuza perk. Hát... erről már biztos olvastatok, nekem annyira nem jött be. Látszódik is jobb fölül éppen, hogyha kevesebb életed van, akkor gyorsabban futsz. Nem tudom, ez nekem nem jön be. Illetve gyorsabban tölti újra az armort. Nekem a grinder, ami a sokkal pakhoz jött, sokkal jobban bejön. Könnyebb használni. Vagy pedig egyesek még a... rágú, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, perket szeretik, hiszen az eléggé megdobja a dodzsolásnak a pontjait. Most ezekkel a fegyverekkel, illetve nem mással, mint az alapfegyverrel együtt, megmutatok nektek egy pályát, hogy milyen is használni igazából ezt az uzit. Hát, nem akarok valami hosszú pályát. Lehetőleg valami rövidben mutatnám meg. Mondjuk egy Force Source az tökéletes lesz overkill-ben. És meg is van minden. Megvan a maszk, megvan az ember, megvan a fegyver és a katona is. Úgyhogy rögtön mehetünk. Egyébként egy másik fegyver bemutató is várható ezen a héten. Az nem más, mint a Kivari pakkos lesz. Ami ugye középkori fegyverekről híres, számszeríjak és stb. Mind a kettőnek a standard ár az az 5 euró. Igazából a legtöbb DLC erre van belőve. Na, pedig pont lőttem volna. Stay still.
Ja, hát igazából. Nem sok mindent lehet itt tenni. Nem hoztam el címet, meg semmi ilyesmit, úgyhogy... Nem tudom most ezt kitáltezni, meg igazából nem is az volt a lényeg. Remélhetőleg sok enemy fog jönni a Force Horse-hoz. Látjátok, meg halljátok persze. Ugyanolyan mozdulatokat hajt végre Hiro is, mint a többi karakter, mikor mondjuk a civileknek szól. Egyszerűen annyi különbséggel, hogy más szinkronizálja, és tényleg japánul beszél. A fegyvert tekintve pedig elég könnyű vele célba lőni, csak kicsit kevés szerintem ez a lőszer, amit adnak hozzá. Így. Ez talán a legnagyobb negatívum, hogy hamar el lehet lőni az összes lőszert. Sebzéssel nem sok bajom van. Négy embert le lehet teríteni, hogyha jól célzunk. Egy tárból simán. Reméltem, hogy ennél azért többen jönnek. Közben pedig itt egy lenyém fémizet. Társunknak tudunk segíteni. És látjátok, a katonát használom. Az ilyen zöld ruhásokat egy vágásból, illetve a kék színi ruhában levő szvatosokat is egy vágásból tudom leteríteni. Hát ezt most megúsztuk. Aki ugyanilyen zöld ruhás, de páncél van rajta, mint itt ezek, azoknak már két vagy három vágás kell legalább. Illetve például a Taser is, mint speciális ellenség, annak is elég három vágás. Persze az tényleg meg kell vágja. És harci üvöltéseket persze hallhatjátok mellette. A charge time, vagyis amikor teljes erőt víz bele, az 4 másodperc. Annyit kell vele várni. Nagyon sok idő az a 4 másodperc, eddig még nem igazán sikerült. Na, ide te shield is. Már. De betolt a falig. Ha. Jó fejshield. Az újratöltés az viszonylag gyors, az tetszik. Könnyen célba lehet lőni. És elég könnyű használni a katonát is.
maradt valami enemy. Pedig azt akartam megmutatni nektek, mi, hogyha ketté vágunk valakit. Érdekesen szólítja a többi karaktert amúgy, de zavarónak nem mondanám. Tényleg ez az a baj, hogy mennyi ide? 6 perce megy a küldetés és már ellőttem az összes lőszert. Szóval ez a legnagyobb hibája szerintem. Ezen kívül tényleg egy jó használható fegyver, viszont a DLC az nem ér meg 5 eurót semmiképp a katona meg a Zuzi miatt, mert biztos, vagy nem biztos, de azt a perket, amit ad, azt annyira sokan nem használják, én nem ismerek senkit, aki használná szívesen. Legfeljebb kipróbálás szempontjából használták. 5 eurót tekintve szerintem drága DLC. A fegyver az nagyon jó, mind a kettő, úgyhogy azt érdemes. Amiatt érdemes megvenni persze, de 5 euróért nem, inkább várjátok ki, amíg le van árazva. 75%-ig biztos leárazzák, mondjuk karácsonykor vagy Halloweenkor biztos le fogják árazni, úgyhogy én inkább várnék addig. Még egy utoljára megmutatva, hogy hogy néz ki a fegyver, mikor rá van rakva minden. Emiatt a... Sőt, nézzük meg. Így. Látjátok, hogy ez a custom barrel, ami rá van rakva, az pontosan ezen a részen van, erre van rárakva a hangtompító. Ez pontosságra megy rá, és sajnos concealmentből el fog venni. Ez kb. Egy ekkora része a fegyvernek. Illetve itt még tudunk az erősségén szabályozni, minél erősebb legyen, de én inkább ezt a futómaki suppressort raktam rá. A 20-as stability az nekem nagyon kedvező volt, tényleg könnyű célba lőni vele, nem ráz a fegyver meg semmi, úgyhogy én ezt ajánlom hozzá. Customből lehet rárakni single fire-t, aminek szerintem semmi értelme, hiszen egy Uzi-ról beszélünk. Vagy egy autofire-t, ami legalább a damage-et feljebb fogja vinni, meg a stability-t még tovább. Viszont az accuracy-t az csökkenti, szóval mérlegelni kell, hogy mit szeretnénk vele. Flashlight, lézer közül választhatunk a kiegészítők közül. Én azért raktam flashlight-ot, mert ezzel könnyű, tényleg nagyon könnyű célozni, szóval a lézernek nem sok értelme van. Viszont a flashlight jól jön, amikor mondjuk bedobnak egy füstöt, vagy éppen, hogyha bigolylon játszol és lekapcsolják az áramot ott alul a második napon a pincében, akkor legalább tudsz vele látni, szóval én ezt tartottam leginkább hasznosnak. Stockok közül még rá lehet rakni egy 50 no stock, ez plusz egy concealment, szóval hogyha valaki lopakodni szeretne vele, de én ezt az unfolded, vagyis kihajtott támaszt használom, ez is tovább növelte a stability-met, szóval összességét tekintve szerintem ez egy jó fegyver, egyedül az ára kicsit magas, ez pedig a katana, amivel az előbb pár embert levágtam, elég gyorsan és könnyen használható, ennek itt vannak az adatai, 70-es damage és knockdownja van, és itt látjátok 4 másodperc a charge time, vagyis még teljes erőből tudsz ütni. A concealment az 26-eset, ezt lopakodáshoz nem lehet használni természetesen, hiszen mégiscsak egy olyan másfél méter hosszú karról beszélhetünk.
A karakter tekintve, hát hogyha valakinek tetszik a stílusa, ahogy beszél, meg valakit érdekel, hogy milyen színű öltöny van rajta, meg ilyesmi, hát az figyelembe veheti nyugodtan ezt is. A maszk az, hát mondhatni tradicionális maszk. Nem mondom, hogy rossz, annyira nagyon nem jön be, de hát azért ülhető, mondjuk azt. A hangját tekintve, hát ha én játszok vele, akkor kicsit idegesítő, amúgy meg annyira nagyon nem érdekel. És a perkeket tekintve pedig már elmondtam, hogy nekem nem jöttek be a perkek, lehet, hogy neked be fog jönni. Érdemes végignézni, hogy miket tud adni. Itt egy kicsit mindegyiknél fogok várni, hogy le tud állítani videót, és elolvast, hogyha szeretnéd. De ez leginkább arra van kihegyezve, hogyha kevés az életed, akkor megdobja valamelyik másik képességedet, vagy gyorsabban fut, vagy éppen egy picivel többet sebzel. Hát ez lett volna igazából a Hero Pack, vagyis pontosabban Yakuza Pack-nak az áttekintője. Legközelebb a Kivari Pack-kal fogok nektek érkezni. Ez is a héten várható, illetve további videókkal is fogunk még érkezni. Akkor is tartsatok velem. Sziasztok!